A fél évszázados csúszó zsaluzatos technológia elsősorban az itt látható és ehhez hasonló állandó keresztmetszetű vasbeton műtárgyak építésénél nyert tömeges alkalmazást. A rendelkezésre álló gépi berendezéstől függően a siló csoport egyszerre, vagy ahogy itt látható, több ütemben is építhető. Az első ütem terv szerinti falcsonkjaihoz kapcsolódik majd a második ütem blokja. A 12 cm-es minimális falvastagságú vasbeton építményt az 1956-ban konstruált, szinkronizált mechanikus berendezés emeli. 5 lóerős elektromotor hajtja a 60 darab egyenként mintegy 6-8 tonna teherbírású emelőorsót, melyeket kardáncsuklós tengelyek kötnek össze. Az építőanyag függőleges szállítását mobil gyors felvonó, a vízszintesét transportőr szalag végzi. A kényszerűség okozta kétütemű építés technikai nehézségeket nem hozott. Valamennyi cella együtemű emelése azonban gazdaságosabb lett volna. A nagy tömegű vasbetonépítmény vertikalitását felületi kezeléssel kívántuk kihangsúlyozni. Nemzetközi viszonylatban is újabb téma a változó keresztmetszetű vasbeton torony csúszó zsaluzatos technológiája. Magyarországon 1956-ban terveztük meg ezt az 500 köbméteres víztorony típust, melynél még csupán a pillérek sudarasodnak. A toronyfej előre gyártott vasbeton héj zsaluzattal épült. A prototípusnál nem a standard berendezést használtuk, hanem egyedi több célú munkaszintet készítettünk, melyről nem csak a csúszó zsaluzatos munkálatokat végezhették el, hanem egyidejűleg elhelyezhették az előre gyártott lépcsőket és pihenőket is. Így sem anyagfelvonó, sem ideiglenes személyfeljáró építményre nem volt szükség. A munkaszintet a már bemutatott, szinkronizált, mechanikus orsókkal emelték. A beton felszállítását saját kötelén vezetett betonozó konténerrel oldották meg. Már az alapbetonozásakor elkezdődött a helyszíni előregyártás is abból a célból, hogy a törzs emelkedésével egy időben a végleges lépcsőtagok és pihenők, természetesen ezeket is a beépített felvonó szállította. Ez a rendszer csupán az első lépés volt a korszerű torony szerkezetek útján. Hátránya a kevert technológia. A fej építési sebessége korán sincs arányban a csúszó zsaluzatéval, az átváltások is időkieséssel jártak. Mindezektől függetlenül a konstrukció így esztétikusabb hatásokat válthat ki. Ismét egy 400 köbméteres vegyes technológiával épülő víztorony. Itt a toronytörzs a torony fején keresztül teljes magassági csúszó zsaluzattal épül, és így megkönnyíti a monolit vasbeton szerkezetű fej építését. Az anyagszállítást ennél a példánynál még külső felvonó látta el, a későbbi példányok kivitelezésénél már az előbbiekben ismertetett, a csúszó szintre szerelt felvonót működtettek. A munkaszintet a standard berendezés emelte aránylag gyorsan, napi 3 métert is előre haladtak. Ezt a sebességet azonban a hagyományos módon épülő fej nem tudta átvenni.
mivel előregyártást itt nem alkalmaztunk, a két technológia egymást követte. A vasbetontörzs azonban állvány alapul szolgált a fejet alátámasztó kúphé, a téglaburkolat és a víztartály kiképzéséhez. A toronyfej fa állványzatát részben a földön szerelték össze és húzták fel. A kúphéj után először a külső téglaburkolatot falaszták fel, mely egyszer s mint a víztartály zsaluzatául is szolgált, és zárt munkaterületet biztosított a nagy magasságban. Ez a toronytípus szerkezeti és kiviteli szempontból egyszerűbb megoldásokat követel, a felület variálhatóságával különböző esztétikai hatásokat is érvényesíthet. Különleges feladatot jelentett ez a 3000 köbméteres víztorony típus tervezése. A hasznos térfogat előírt 5 méteres vízmélysége vezetett a toronyfej nagy átmérőjéhez, melynek tömeghatását áttört, oszloprendszerű alátámasztással oldottuk fel. A külső üreges oszlopokat és a belső orsófalat csúszózsaluzatos technológiával egyszerre építették. Az orsófal keresztül nyúlt a toronyfejen, de az alacsonyabb oszlopok befejező munkaszintje és merevítő küllőrendszere az előre gyártott és monolit kiviteli technológiák bázisa lett. Az előre gyártott csepegőtér megépítése után a fej vasbeton szerkezetét belülről kifelé fejlesztették. A tartály belső rekeszfala hagyományos módszerrel épül. A kész belső monolit hengerfalról végezték el a külső vasbeton héjkúp előre gyártott zsaluzó burkolatának elhelyezését, mely egyben a hőszigetelést is ellátta. A toronyfej számos alkotó elemét a helyszínen előre gyártották. A külső héjkúp felső szakasza ilyen előre gyártott donga elemekből készült. De a toronyfej minden további szerkezeti része is állványzat nélkül azonos technológiával került a helyére. Az itt elkerülhetetlenül alkalmazott vegyes technológia végeredményben előnyösnek mutatkozott, mert a nagy dimenziók ellenére nehéz állványzat nélkül a hidraulikai kötöttségek okozta kellemetlen arányokat kellemes formába sikerült átöltöztetni. Ennél a 2000 köbméteres víztorony típusnál a csúszózsaluzatos technológiát nagyobb mértékben hasznosítottuk. A külső henger légterének kihasználására raktározó szinteket képeztünk. Az előregyártást csupán a fejezet burkolására redukáltuk. Az üreges oszloprend a külső henger és belső orsófal közös munkaszinttel indult, és együtt emelkedett a tartályfejezet magasságáig. Itt csupán a külső hengerfal csúszó zsaluzata haladt tovább. Az oszlopok csúszó zsaluzatának leszerelése után a következő technológia munkaszintjei a megépült betonszerkezetekre könnyű pejnertartókkal képezték ki. Nehéz állványzatot most sem használtak. A hengerfal kiépítésére szolgáló mechanikus, csúszó zsaluzatos berendezést láthatjuk itt. A medence fenéklemez vasalása a hengerfalban kihagyott üregekre támaszkodik majd.
A külső tartályfal utófeszítése és a fej előre gyártott burkolatának elhelyezése egy időben folyt. A kész építmény kétségtelenül eredményes folytatása azoknak a kísérleti törekvéseknek, melyek a csúszó-zsaluzatos technológia maximális kihasználását és a tetszetős formát kívánják összehangolni. A funkció maradéktalan kielégítését, a korszerű és gazdaságos szerkezetet, a gyors és olcsó építés technológiát és esztétikus megjelenést ennél a 800 köbméteres kétszintű víztorony típusnál sikerült a legjobban megközelíteni. Folyik a belső orsófal munkaszintjének szerelése. Mivel a szint, a vezérlő berendezés és a központosan elhelyezett anyagfelvonó torony miatt többletterhelést kap, nagyobb számú emelő orsó elhelyezése vált szükségessé. A húszágú, csillag alaprajzú külső palás csúszó zsaluzata alulról elindulva fokozatosan szétnyúlik. Az alsó mintegy 8 méteres átmérő a torony tetején 16 méterre növekedik majd. A lineáris átmérő növekedést automatizáltuk. A csúszó zsaluzat egyébként szokványos szerkezeti részeivel, emelőkeretekkel, orsókkal, támrudakkal, kardántengelyekkel, függőállásokkal itt is találkozunk. A keresztmetszet növelését biztosító berendezés sugár és húr irányú vezérlő orsókból áll, mely az emelkedés arányában automatikusan működik. Igen, gyors anyagszállítást igényel ez a folyamatos, korszerű és tiszta technológia. Ezért a középső orsófalban működő anyagszállító konténer és két darab centrikusan elfordítható teleszkópikus ejtőcső segítségével a zsaluzat mellé juttatható az anyag. Kézi munkát csak a bedolgozás és vasszerelés követel. A maximálisan kihasznált csúszó zsaluzatos technológia kedvezően befolyásolta az összeredményeket. A közel 50 méter magas különleges torony első változata 32 nap alatt jutott tetőszintre, és aránylag csekély befejező monolit munkát hagyott csak hátra. Megkapó formája, elegáns vonalrendje, jól illeszthető bele bármely településbe. A bemutatott torony építményeknél szerzett kísérleti tapasztalatok és eredmények indítottak arra, hogy egy hőerőmű részére 200 méter magas kéményt építsünk azonos berendezéssel és technológiával. Ezt a vállalkozást is siker koronázta. Érdekessége, hogy a külső vasbeton körerkélyeket, a belső hőszigetelő konzolokat, a feljárókat és vezetékeket, valamint a külső falburkolatot a mozgó munkaszintről egyidejűleg képezték ki, a napi előrehaladás mégis elérte a 3,5 méteres sebességet. A kivitelezés pontossága nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó, mert a 200 méteres magasságban jelentkező záróhiba mindössze 46 mm volt.